a szabadban tartózkodás, a megfelelő alvás mennyiség, az alvásra nagyon nagy szükség van, azután a higiénia fenntartása, tehát ilyenkor alaposan kezet mosni, akár arcot mosni, vagy pedig a szemet is különösen, ugye, mert a nyálkahártyákon keresztül tudnak ezek a kórokozók bejutni, és ugye minél több folyadékot, teát, vagy kinek milyen kedvenc itala van, és a vitaminokat pótolni, és a C-vitamin mellett minden esetre a D-vitaminra is nagyon nagy szükség van, ugye, mert ilyen időszakban már a szervezetünkből kiürült a nyáron napozással feltöltött D-vitamin,